Kellemes napsütéses idő fogadta csapatunkat és a kilátogató nézőket Siófokon a Merkantil Bank MB2-es liga harmadik fordulójának mérkőzésén. Tétmeccsen legutóbb a 2006-2007-es szezonban találkoztunk a Siófokkal, mindkét mérkőzést a balatonpartiak nyerték. A mérkőzést Kovács Krisztián vezette, segítői Zerkelbank Péter, Király Krisztián és Huszár Balázs voltak. A Holzer, Urbán, Pandur, Vas, Pintér, Balaskó, Lannert, Péter, Nyilas, Lisztes, Lovrencsics alkottak kezdő 11 futott ki a pályára. A múlt heti Vasas elleni 1-5 után Horváth Károly három helyen változtatott csapatán, Ivancsics, Peszmeg és Gubica maradt ki, bekerült ellenben Horváth, Gárdos és Kozma is. A találkozó első perceiben a Siófok irányította a játékot, a 13. percben egy szöglet után Fehér fejelhetett, ám csapatkapitányunk Pandur remekül stukkolta ki a hálóba tartó labdát a veszélyes zónából. A 14. percben először kerültünk helyzetbe, és ha már ott voltunk, meg is szereztük a vezetést. Nyilas és Lisztes együttes erővel szereztek labdát, utóbbi indult meg vele, de adását Fehér kézzel sodorta el. Sárgalap és büntető. A szülinapos Lovrencsics állt a labda mögé, vele szemben Tajti állt, ám a csatárunk lövését csak beljebb tudta ütni. Nem állt le a soroksár, a vezetés birtokában, egy perccel a gól után Pandur ugratta ki Lisztest, aki szép mozdulattal átemelte a kapust, löbbölése nem sokkal, de mellé ment. A 22. percben már mindenki gólt látott, Lisztes félfordulatból, derékmagasságból elindított lökete a felső lécen csattant, a kipattanót Lovrencsics fejelte mellé. Gyönyörű jelenet volt. Ami késik, nem múlik, a 25. percben Lisztes indította a Lovrencsicset, aki hatalmasat sprintelve lerázta védőjét és a kifutó Tajti felett a kapuba emelt. A második játékrész első helyzetére az 54. percig kellett várni, futó megpattanó lövését bravúrral védte Holzer. A szöglet után megint kapusunk volt a főszereplő. A megszerzett beadást követően észrevette az előálló Nyilast, pontos kirúgással hozta játékba. Támadónk sarokkal indította Lisztest, aki bevitte a labdát a 16-oson belőre. Beadására Lannert érkezett a második hullámban és bevesőzte a kapuba a játékszert. 10 pontos akció volt. A 65. percben végleg eldőlt a mérkőzés, Fehér ismét kézzel blokkolt egy beadást a saját 16-osán belül, és mivel ez ebben a sportágban szabálytalan, megkapta második sárgalapját, ezzel együtt a pirosat és természetesen büntető. Nyilas állt a labda mögé, és okosan az eldőlő Tajti helyére lőtte a labdát. Gól és kiállítás teljesen padlóra küldte a hazaiakat, akik 10 percig nem is tudták szinte megszerezni sem a labdát. A 80. percben viszont megint megvolt a lehetőségük szépíteni, Fülöp beadása után Eisenberggel lőhetett, de Holzer szépen védett. Ezzel véget ért a találkozó, fontos 3 pontot sikerült elhozni Siófokról, de ami lényegesebb, hogy szép, fegyelmezett játék értük el ezt a sikert. Folytatás kedden a Liga Kupában a Puskás Akadémia ellen. Siófok, Soroksár 0-4. Ugye én a bearangozóban azt mondtam, hogy egy sebzett vadhoz fogunk érkezni a mai napon, mert az önbecsülésüket nagyon-nagyon megtépázta a Vasas a múltkori mérkőzésen. Azt hiszem, erre az önbecsülésre most mi is rápakoltunk még egy-két lapáttal. Igen, nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtottunk, frissek voltak a játékosok, mindenki betartotta azokat az utasításokat, amikkel készültünk a mérkőzésre. Egy picit meglepő volt a Siófoknak a visszahúzódó játéka, de mi úgy gondolom, hogy kihasználtuk az ő hibájukat, és ennyi gólt rúgva idegenbe egy olyan csapatnak szerintem nem nagyon kell megmagyarázni a győzelmet, teljesen megérdemelt, hogy nyertük meg a mérkőzést. Gondolom, hogy az előző mérkőzésből, ugye a szegedi otthoni mérkőzésből mindenki levonta a következtetéseket, és összeraktuk a hetet, mindenki koncentrált.
ott is alakulhatott volna másképp a mérkőzés. Örülök, hogy most 4-0-ra nyertünk, de minden meccsre úgy megyünk, hogy meg szeretnénk nyerni. Úgy gondolom, hogy azt a játékot, amit mi tudunk, azt teljes mértékben megvalósítottuk. Én többet vártam egyébként a Siófoktól, azt hittem, hogy jobban fognak harapni, de úgy gondolom, hogy ha mi azt játszunk, amit igazán tudunk, akkor nagyon sok mindenkinek megnehezítjük a dolgát majd.